2021-ben a hazai és nemzetközi zenei élet páratlan összefogásban a 100 éve született Cifra György zongora művész előtt tiszteleg. Számtalan esemény valósul meg különleges művész találkozásokkal, koncertekkel, képzőművészeti programokkal. A sorozat a Cifra Fesztivállal veszi kezdetét, melynek művészeti vezetője Balázs János, Kossuth Díjas zongora művész. Nagyon boldogok vagyunk, hogy beléptünk abba az évbe, 2021-es évben, amit Cifra György 100. évfordulóját hivatott ünnepelni. Magyarország kormányának döntése értelmében ezt emlékév keretei között tehetjük meg, ez egy óriási dolog, és nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen ez általában az alkotó művészek privilégiuma, előadó művész nagyon ritkán kerül ebbe a magaslatba, és az UNESCO világszövetséggel együtt a nemzetközi részét is bonyolítjuk az emlékévnek. Természetesen, mint minden a pandémia közbeszólt egy kicsit ebben az organizálásban is, de a kezdeti programokat, amelyek hagyományszerűen februárban a Cifra György Fesztivállal indulnak, egy részét online formában tartjuk meg, a külföldi vendég művészek terén pedig későbbre halasztjuk a koncerteket, tavasz végére, nyár elejére, bizakodva abban, hogy akkor már közönség előtt tudjuk megvalósítani ezeket a koncerteket, mert valahogy mégiscsak a művészet online térbe szorulva is élvezhető, de az igazi azokban az akusztikákban, azokban a feltöltődési pillanatokban kimerített perceket átélve, és azt hiszem, hogy ettől nem akarjuk megfosztani a közönséget. A fiatal tehetségek támogatása központi helyen szerepel a szervezők gondolatai között. Éppen ezért a Cifra Fesztivál hagyományos zongora és énekmester akadémiája kiegészült cimbalom kurzussal, klasszikus, népzene és jazz műfajban. A helyszínt, ahogy az elmúlt években úgy most is, a kőbányai Kródh György zeneiskola szolgáltatja. A 10. kerületi önkormányzat támogatásával szerintem óriási lehetőséghez jutnak a fiatalok, hiszen ingyen és díjmentesen vehetnek részt ezekben a kurzusokban. Olyan tanárokkal, akiktől egyébként nem tanulhatnak a fiatalok, hiszen nem tanítanak nagyon hivatalos körülmények között. Szakcsillakatos Béláról beszélek, Miklós Erikáról, Lukács Miklósról, vagy Dráfi Kálmáról, aki ugyan tanít a zeneakadémián, de hát ugye mondhatni egy sztártanár, hozzá nagyon nehéz bekerülni. Kíváncsi voltam, hogy a művészek, a tanárok, a diákok milyen tapasztalásokkal távoznak évről évre a Mesterakadémia kurzusai után. A jövő generációjának a nevelése rendkívül fontos. Teszik ezt a világhírű tanárok a alapfokon, középfokon és felsőfokon is, de mégis nagyon fontos, hogy a fiatalok érintkezzenek azokkal a művészekkel, akiknek ugye jelen pillanatban nincs idejük oktatási intézményben tanítani, mert aktív művészek. Viszont ők olyan tudás birtokosai, olyan rutin birtokosai, amelyeket nem tud nagyon átadni más, és ezért tartom különlegesnek például Miklós Erika szerepét, aki, mint tudjuk, a világ egyik legkeresettebb opera énekese. És azt a tudást, azt a rutint, azt az empátiát, és a többi tanárról is ez mind elmondható, akik idén is tanítanak a Cifra Fesztivál Mesterakadémiáján, nélkülözhetetlen, hogy átadják a fiataloknak, hogyan kell elindulni egy pályán, hogyan lehet nemzetközi legelismert művésszé válni, és mik azok a titkok, amit leginkább csak azt tud, aki minden nap ott van a pódiumon és átéli annak a feszültségét, a nehézségét, annak a harcnak tulajdonképpen a győzteseivé válnak, amit ugye mindenkinek meg kell vívnia a saját érvényesülése érdekében. Balázs János 2016-ban a Momkult együttműködésével alapította meg a Cifra Fesztivált. Az eseménysorozat az elmúlt években beírta magát a legkedveltebb hazai fesztiválok közé. Kíváncsi voltam mindennek az előzményére, hogy honnan indult a gondolat. Nem találkoztam soha Cifra Györggyel személyesen, az én nagypapám játszott vele együtt a bárokban, ahol kényszerült játszani, és az ő lemezeit hallgatva indultam el a zongora felé és a pályán, és tulajdonképpen az emlékápolásnak ez volt a legfontosabb része, a hála. Azon kívül, hogy elképesztő egyénisége volt, és össze nem keverhető zongora játéka az egész világon, és világhírű művészről beszélünk, egy fantasztikus emberről, aki tett nagyon sokat azért, hogy a fiatal generáció felnőjön, tett azért nagyon sokat, hogy a magyar zeneművészet virágozzon, Liszt Ferenc műveinek a leghitelesebb tolmácsolója volt. Úgyhogy mi próbáljuk ezeket a gyönyörű dolgokat továbbadni, ezt az örökséget kezelni, és mindezt olyan formában önteni, hogy az emlékezésen túl egy jövő generációja nevelésében is részt vegyünk, hiszen itt egy ideológiáról is beszélünk. Egy romantikus ideológiáról, az érzelem dúságnak a kifejezéséről, amikor az előadó művész az alkotó művész társává válik. Tehát nem csak pusztán eljátszák a hangokat, amit írt Liszt Ferenc vagy Csajkovszki, hanem gondolkodnak, éreznek dolgokat mögötte, és ezt közvetítik a közönségnek. Ettől lesz egy koncert maradandó, ettől lesz élményszerű, és talán ez lesz az álog annak, hogy 100-200 év múlva is lesz a klasszikus zenének közönsége és előadója. Az emlékév programjaiban legendás előadók lépnek fel, hogy bemutassák és tovább éltessék a világhírű zongora művész életének és munkásságának, szellemi és művészi örökségét, elősegítve a fiatal művész generáció kibontakozását.